Mi az, hogy itt senki nem jön ajtót nyitni? Menjen már az utamból! Ó, hogy az a... Na, mi van, tata? Nem vagy akadály. Ez itt egy bűnbarlang! Egy komplett szodoma! Én itt egy percig nem maradok tovább. Hát hová tetszik a kedves papának sietni? Hová? Haza! Nekem ebből elég. Tán meg tetszettünk sérteni a kedves papát. Hogy meg-e? Meg! Kedves menyem már, ha kérdett, hogy meg-e? Nem, mintha nem volna nektek seckolyednó. Mellesleg te mit kedves papázol engem, ha a véleményem nem kedves? Tudom én? Mert itt mindegyik csak okos, mindenkit letofáz, ez itt egy kupleráj, már megbocsássatok. De, uram, ez... Aranyoskám, te itt csak egy kis alkalmazott vagy, úgyhogy befogd a szád. Mondom, hogy kupleráj. Na de, papa. Te végképp hallgass, fia. Te hülye vagy. Az az igazság, mentül badibb leszel, antúl idióta. Én csak szegény apádat féltem, hogy egyszer a szíve megszakad, vagy a guta. Nagypapa! Na, már csak ez hiányzott. A kis húg, az ájtatos kabára. Azt innéd háromig se számol. Aztán egyszer majd Miki nem derül. Csak későn ne legyen, Isten bocsássa meg. Jó lesz örökösöm. Na de papa, kérem. Csak semmi, papa, kérem. Te is hibás vagy. Ne pardonjál! Szegény anyjuk helyett anyjuk kéne, hogy legyél, aki a sírjában forog, ahogy te itt turizálsz. Mire vagy ekkora nagy dáma, angyalom? Tisztességes asszony férjének nem riszál és nem cafrankodik. Na de kedves papa! Védi. Na na, hisz édesnővére. Mellesleg mit papáz maga engem? Mamázom én magát. A hölgy nem rokonom. Istennek hála, nem? De én úgy kitiltanám ebből a házból a fiam helyébe. Hajde ki! Szabad gondolkodó úrhölgy. Egy kis uhintott éjjeli edényben több erény van. Csak nem bajtál, hogy őszinte vagyok. Akinek ez nem tetszik, agyő, mas. Ami a szívemen, az a számon. És passzei. Igazán, uram. Milyen lejött vélemben? Még akkor is a tartifről van szó, nagypapa. Na, tudhattam, hogy ezzel jöttök. Akkor is, mert tartüff az egy... Tartüff. Az egy szent. Azt a lábújatokig a szátokra ne vegyétek. Tudja, kinek a lábújját? Hát egy csak meg tudja, kizzál. Hát az etém elfakad, itt már semmi sem szent. Szent? Hál szent, nagypapa. Hát a szemét hova tette? Amióta itt kavar az a köcsög apánál, meg sem ott szaladtuk nélküle. Belepofázik a dolgaimba. Sőt, dönt, hogy mit lehet és mit nem. A hócipőm ki van. Már aki lehet az engedélye nélkül. Csatlakozom, ki vagyunk mindahányan. Ennek az is fővű, ha levegőt veszünk, a paplanunk alá beturkál és szuszakszik. Azám, még nálam is bepróbálkozott. Turkál? Szuszakszik? Micsoda egy mondatlan pralinei vagy te, drágám? Csak nem jól teszi. De bizony, hogy jól. Mert van turkálni bőve. Ez a bajotok. Lett végre egy pásztor, aki értetek turkál. Hála a fiamnak. Hála. Még hogy hála. Na ne mondja, nagypapa. Turkál érte tartif. Nyaljon neki.
De minket hagyjon békén, amíg finom vagyok, mert egyszer elkapom, és Isten bizony megfolyt. Tetszik látni, jobb lesz, ha a fiatal úr börtönbe kerül. Hanem Vitóra éppen miatt a lányban miatt, aki egy szálgatjában esett be hozzánk, és kilógott a segge, most meg a nagy arcáról a nap sem látszik. Istenemre mondom, pont az ilyen beszédből lehet látni, hogy igaza van néki. Ha hallgatnátok rá, ez a tisztes hajlék nem Szodoma lenne. Szodoma? Jó duma. Nem értem, az úr miért nem veszi észre a szent állarc mögül a kireskedő stricit. Befog, te szajha kígyó! Hát csak vegye észre, kilógó lólába szolgálja is, meg ő is. Az mindegy. A szolga. Leőrinc, vagy hogy hívják. De tartjuk. Az egyetalom. Kezeskedem érte. Azért fújtok rája, azért fenekedtek, mert szelíd erénye, szilárd, mint a szikla. Tartjuk cirkuszol, ha meghal egy kocsit, vagy meglát egy szalagot. Előtte a gazdánk, mint egy betó, egy gyerek. Megjegyzem, tudom én, ő kell, mert olyvadó kit fölt, s kit dugna a világ szem elől. Katnál most ne félj, lennél az én cselédem. Mellesleg igaza van, ha félti, tudd meg, mert van neki rá oka. Menjen már, megbocsásd. Úgy értve, a látszat szerint van. Bár a bál, koktélre koktél, télre nyár, szezonra fazon, kocsi hátán kocsi, a lármás szolgahat, a sok pajkolódás, hogy veszi ki magát? Én nem mondom ugye, hogy alapja volna, de a haraszszomszéd is addig-addig zörög, míg már a szél is fújja. Haraszszomszéd? Fia, te hülye vagy. A képes beszédhez túl szivacs az agyad. Csak sok a plecska, ennyit akartam mondani. Ugyan kit érdekel, mindig van szóbeszéd. Nagy tudok, aki felül neki, és egész életében maga körülforog. Ha már róla beszélnek, jobb nem is törődni a világ szájával. A zsákúder, Daphné meg a férje, ezek dumálnak össze-vissza. Két óska kukkoló. Minden gondolatuk csak a körülforog, mint férfi és nőművel. És mint hogy magukban indulnak ki, parázna minden ember. Önvédküket így igazolva látják, hisz a bűn se bűn, ha már mindenki bűnös. Fújtok rája, mert példáson élnek. Köszönnétek meg neki inkább, hogy rajtatok tartja a szemét. A látvány ellenére. Mert félt benneteket az elkárhozástól? Félt? Még hogy félt? Tám irigy, ha buzgó szent fazék, az több pasit fogad, mint ajtókilincset. Ami kellett nekik. A viharvert rózsánk rossz vénasszonyjá lett. Rögtön felfedezzük magunkban az apácát. Ha nekünk nem jut, ne jusson senki másnak a földi jóból. Tökre egy női tartjuk. Kedves menyem, és te tőled ezt, hogy ez a kis rüfke apósot lepofázza? Nagyon eddigen van már, és te továbbom. Istenemre mondom, porhüvely legyek, ha még egyszer átlépem azt a küszöböt. Vegyétek tudomásul, igaza van szegény apátoknak. Korpa közt a disztók zabálják a gyöngyöt, illetve hogy a sok lúd... Mindegy, ha összezavartok, ha nem, akkor is kár elétek vetni. Szegény apátokat már ezerszer megettétek volna a mocskos szátokkal. Ha nem hozza ide azt a százszor szent embert, kit az ég korbácsa küldött úgy szólván, hogy kedves szavával végigverje kilógó pucér... pucérotok! Akárhogy röhögtök egymás helyen sátán, igenis Szodoma, és Tartüf jól teszi, a szeretetében és jámborságában tűzzel vassal űzi ki a kiűzendőt. Igen, mert ez egy bábel, egy fertő, sőt! Mit is akartam mondani? Maga meg mitről? Maga csak ne röhögjön. Ha meg bolond, kezeltesse magát. De nem áll a fiam pénzein, mint ahogy azt itt általában szokás. Nézzenek oda. Pá, aranyom, pá, nem látjuk többet egymást, na rohon. Maga ne röhögjön, maga is ezt megüröd. Micsoda egy szemétlénység. Csak halkan visszajön, ha meghallja, és nagyon tetszik, ami, hogy ő nem vénember, ellenben kleánt asszonyát. Ellenben én?
Hát egy kalandasszony sem tetszik teljességgel utalnak lenni. Szépen mondod, Dorin. Szóval öreg vagyok. Attól még nem muszáj hülyének lenni. Ám bár hülye vagyok, mert fel nem foghatom, hogy hogy képes ez a lufi tártőf egy polgárt, egy tiszta, finom lelket így az ujja köré csavarni, úgyhogy képes összevészni életre, halálra egész családjával. Hát semmi magamhoz képes, nézze csak meg. Előtte próbálj nem belekeveredni semmibe, és valóban a hajaszála sem görbült, vagy szóval összekócolódott. Egy tiszta, finom polgár, akinek van pénze, szép családja, de mióta tartó belépett a képbe, én nem tudom, meghűlt már, bocsánat. Testvérének hívja, és hogy legdrágább neki. Elmondja napjában százszor családja füle hallatára. Ott babulgatja előttük nyoszonyó macáját. Ő aztán főre tartjú testvérem, mondja. S az röfög, öfög, tapsol, egészségére kívánja. Egy szó, mint száz, teljesen belezúgott. Örülj, hogy legalább kikísérlednem kellett. Úgy prédikált, alig lehetett rácsukni a kocsiatot. Megjött Orgon, de ügyet se vetett ránk, se rám, se apjára. Mindegy, fönt megvárom, addig kipihenem a póson. Egy ilyen a póst? Kevés rá egy élet. Na de én is rólok, éppen csak üdvözlöm sógorom, már ne bántódjon. Várj meg, anyám, megyek én is. Megemlíthetnéd a húgomat, hogy mi lesz már az esküvővel? Azt hiszem, Tartuf az oka, hogy apánk hallgatja. Pedig ez nekem, nekünk baromi fontos. Húgom és Valér szeretik egymást, én pedig Valér húgát venném el, érted? Hát, ha te tudsz még ráhatni. Megteszek mindent. Megjött a nagyságos úr. Mondjad, Dori, mi újság? Ó, oh, szervusz, Sógorné. Szervusz, egy percem van, bocsásd meg. Hogy úgy van, kérlek. Nekem sincs több, csak egy perc. Dorin? Maradj, Dorin. Nem tehetek róla. Olyan nyugatatlan vagyok, ha két nap nem vagyok. Muszáj megérdeklődnöm, hogy minden ember. Gyerünk, Dorin, beszélj, mi történt. De szerint tetszett már hallani, hogy ennyire izgatott? Tetszett, nem történt valami? Tegnap alkonyatkor rosszul lett asszonyunk. Feje fájt, émelgett, magas lázverkele. És? És... Tartjuk barátunk? Na, szép kövér már, nem győzi a jólét keresztjét cipálni. Szegény. Asszonyunk fehér volt, mint a kréta por, és szégyűlése véget kétszer is hányt. Azt mondta, gondolni sem bír a vacsorára. És Tartuf? Az vacsorázott ott a beteg előtt. Talán meg se látta a hideg ürűcomtól, közben kétszer is kért labrot asszonyunk. Majd desszernek bevágott még két foglyot. Szegény. Majd egész éjszaka csak vergődött az ágyán. Az ürűcombejt szennek tán túl zsíros volt. Nem Tartuf, asszonyunk vergődött a lázban. Nagyságot buzgonárja horkolt, mint aló. Szegény. Na, reggel fel aztán eret vágatott magán, és ettől kisé megkönnyebbült. Tartuf! Rossebb asszonyunkról beszélek, hogy mennyi vért veszített. Ellenben Tartuf, bőséges reggeléhez még behörpölt két pint vörösbort, merő hitbuzgalomból. Szegény! Na, suma-suma, ez jól vannak mind a ketten. Futok és jelentem asszonyunknak, mennyire rettenetesen tetszett aggódni érte. Hát elment az eszed Orgon. Csak ámulok. Hát úgy beszélsz Tartufról, mint valami szerelmes aprót. Hát nem is tudom, mit mondjak. Rendben, fölvakartad a templom lépcsőn, lelked rajta. Kivakartad a szarból, na de mindennek... Van határa. Igen. Úgy kérlek, megállj. E mostanatlan beszéd, őt milyen sértenéd? Különben is vaj. Mit tudsz te róla? Semmit. Skővel dobálod őt, ki lágy, mint a kenyér. Kenyér? Hülyéskedsz, Orgon. Rendben, nem ismerem, de ha ő lenne maga a földre szállva... Nem lenne? Hanem az. És igen, földre szállat. És a te fajta... elmének szívében volna alászat. Rajongnál te is értel, mert egy megtestesült, hogy is mondjam... Egyszer homó, aki fölötte áll, e világi gyarlói szárásúnak. Egy másik szféra, kérlek. És mióta nálam bírni szerencsétem... Igen, mint hallottam azóta. Igen, az életünk nagyon megváltozott. Szellem és erény halléka lett házam. Feltő gondoskodása mindünkre kisugárzik. Kedves húgodra például! Tartuf egy pillantásból látja, ha valaki így lehetetlenül, más szóval férfiként tekint rá. De azt ne hidd, hogy nem épp önön magával a legszigorúbb, mert az. Rá felnéztem benne, korholnom kell. Tartuf, miért bántod magad? Azt kiáltozta. Méltatlan vagyok, uram! És ott veszek el te béd? Ja, majd zabált két pofára. Ne haragudj, de vagy te vagy hülye, vagy engem nézel annak. Na tessék, gondoltam volna, hogy kibújik a ságból a szabad gondolkodás szöge. Mert nektek nem szent semmi. Mert ti minden csak lepocskondiáztok, ami szép.
Magasztos. Magasztos, na tudod. Ha elmajom magasztos, én magasztalan vagyok. Méghozzá büszkén. Orgon, hogy vehetsz be felnőtt ember létedre is silány és vásári maszlagot? Ó, tehát maszlakát itt? Igen. A hit nem, csak ez az ingyen cirkusz, mert persze nincs ingyen. Nagyon is megvan az ilyennek a magához való esze. Nem tudom, mi rosszabb. Ha hiszi, mindezt ki tud csupán beteg, kit is tápolni kell. Vagy ha nem hiszi, és titkor röhög rajtad, hogy te rusnya ülepét orcakén nyalod. E házban kéne mondj ilyesmit, akármilyen a tudósnak és bölcsekkövének hiszed magad. Mindig beszéltek. Megfellebbezhetetlenül. Mostatlanul. Iróniával pótoljátok semmit, Istenháza család, s néktek csak Luffy. Luffy? A francba én magamról beszélek. Te bújsz valami sértett, zavaros, roppant homályos többes számba, sógor. Na de mindegy, hagyjuk ezt. Tisztellek, becsüllek, ám ami a konkrét problémát illeti. Szerintem konkrét probléma. Egy van itt, és az te vagy. Úgyhogy fejezzük be. Egy percre még, öcsém, kérlek. Családi ügy. Ha jól tudom, Valérnak szavatat adtad, hogy övé Marian keze. Senki másé? Szavamat? Fogjuk rá, de hogy jön ez ide? Hát már az esküvő napját is kitűzték. Hát, mondjuk kinek ki? Most kitűztétek, vagy nem? Kitűztük, úgy akkor van. Akkor minek halasztod? Halasztanám. Tehát meggondoltad a dolgot. És ha meg? Tehát a szavadat szeged. Nem arról van szó. Ha nem, hisz semmi okod nem lehet, hogy ígéreted ne teljesítsd. Hát tudod, az attól függ, hogy mi is a teljesítés, hogy minek a... Jaj, kérlek, ne beszélj mellé. Szegény Valér kért meg rá, hogy kérdezzelek meg. Szegény Valér? Hála Istennek, még ez is! De mit még ez is? Fele, mit mondhatok neki? Bánom, sín, van elég bajom. Orgon, tudnom kell, hogy mit forgatsz a fejedben. Miért kéne tudnod? Csupán azt, ami a helyes. Betartod a szavad? Megyek, adjuk rád. Rosszat sejtek. Micsoda ricsáj van itt? De jól mutat magászka kezében az a park is. Nem lenne kedve eljönni velem fagyizni? Eltöltetnénk együtt egy kis időt. Kellemesen. Hagyjon békén, menj az időt a urával. Tartó fejedeleg. Na, akkor csak egy csókot. Tudja, kicsoda magassal. Gyere csak, Marian. Beszélem van veled. Jövök, papácska, jövök. Van itt valaki? Mit keresel? Épp azt, hogy van-e itt, vagy nincs. Érted? Csupa alkalmas rejtek, fülkék. Még azt hiányozna, hogy kihallgassanak. Ugyan, mit ittunk volna? Megnyugodhatunk. Beszéltünk végre. Én nyugodt vagyok. Nyugodt? Tudod, Isten, azt remélem, hogy nyugodt. Szófogadó lány vagy. Kit szereti atyád? Egész szívéből szeret. Egyet értesz? Nagyon is egyet, papácska. Én is egész lány szívemből szeretlek téged. Soha nem lehetek eléggé hálás neked. Úgy van. Illetőleg itt az alkalom, hogy... Hálás legyek. Úgy van. Engedelmességed lesz a hála. Ha önszántadból teszed azt, amire kérlek. Azon vagyok, papácska, mi tapjáid egy lány tehetsz, én megteszem. Jól van, jól. Ennek tartifünk is erről majd. Tartif? Ne csodálkozz, hisz családtag. Jut eszembe, mit szólsz ő hozzá, mármint privátim? Mármint. Gondol, nem mi beszélsz. Nos, hát amennyire én nem tudhatom, látom a papácska mennyire szereti őt, és én jó lányként atyámmal tartok. Helyes! Istennek tetsző válasz, Marian. Örvendesz tehát, ahogy örvendek én is. S ha tudja meg a szíved, miként atyádé, hogy ezt a számára százszor kedves embert választottál neked, lembő férjű. Hogy kit? Hogy őt? Tartűföd? Ó, elpirultál. Ne szégyed. A pácskának tetszik ez a pír. Vehetem olybá, tehát, hogy eltrapáltam szüzi gesztusod. Úgy, ahogy volt le. Jó, jó. Papácska, te most hülyéskedsz velem? Ez képtelenség. Miért van a képtelenség? Magad mondtad az imént, hogy velem tartod, s ha én úgy érzek, te se érezhetsz másként. Hát akkor ne érezz, s te is mondd azt, hogy jó. Na? Persze, papácska, persze. De ez mégiscsak nem olyasmi, amit... De hát hogy képzelted? Hogy kényszeríthetsz ekkorát hazudnom? Ki kényszerít? Én! Isten mentse meg attól! Ne hazudj! A hazugság bűn. Hanem érezd magadtól. Érezd belülről, hogy szereted. Apád erre kér, és nem a színlelése. Igen,
Pontosan arra, hogy mint én, szerest. De pont ez a színlelés. Hát akkor ne színleld. Tegyél őszintén. Dacára, hogy nem igaz? De igaz. Attól még igaz, hogy dacára. Az igaz, hogy apád dönt és punktum. És te úgy döntesz. Úgy. És te is úgy döntesz. Azt garantálom. Belülről, jó szántadból. Mostantól tartív családi raktagunk lesz. Nekem vejem, neked pedig lehet hitvesed. Kit majd oltár elé? Hát tűnt kesel itt! Mit tudod bele azt a szemtelen orra cselélétedre? Mondjuk inkább komorna, ki most teljesen paf vagyok, uram. Hallottam eddig is, hogy készül valami kapitális disznóság, de csak nevettem. Ugyan, hol élünk? Orgonul nem egy zsarnok? Zsarnok? Azt nem miért a szabad kérdeznem? Egy tiszta gondot, s egy tiszta férfiú. Egy tiszta micsoda? Tovább se tessék mondani, úgysem hiszem el. Mindjárt teszek róla, hogy elhitte Lifirc. Lifirc? Vagy úgy, hál' Istennek viccelni tetszik. Nem mondom, jó vicc. Mit csinálsz belőlem? Dehogy, uram, sőt, én imádom, ha viccel. Marian, neves te is. Csak ne nevessen! Itt abszolút nincs eseményre vetni való. De hát, uram, egy ilyen ötlet nem lehet más, mint... Tavasan kósa mondom! Hát tessék inni nekem! Egy jobb a szavának. Jó, hiszek én, ha muszáj. Ám bár még nagyobb a probléma, uram, hogyha ez nem vicc. Na, akkor mi a baj? Mondj itt iszkumbe. Az, uram, hogy egy tiszta, finom bolgár ilyen jóságos képpel ne tessék, ha miért meggárgyuljon. Tehát ez... Még hogy én? Még nem merész ezt, te... Lepcse szájú! Hát komolyan mondom, mindenek van határa! Nagyszerre így van, komolyan mondom én is. És az agyom el tudnám dobni, hogy hogy tudnál lányát egy ilyen mindegyhez kényszeríteni. Nem mindegyhez! Szentes! Aztán mi a lófű dolga van a nászal, hogy csúnyán nem mondjam. De hagyján, egyik férfi olyan, mint a másik. Hanem a házasság. Csak nem az úr pénze a csáberű. Mellesleg föl nem foghatom, hogy egy tiszta gazdag polgár miért éppen földön futó koldust keres vejéül. Miért? Tám pont azért. Jó, nincs semmire. De ez a nincstelenség éppen a lélek gazdaságából fakad. Ki folyton oszt és oszt, az nem szorzati. S nem durva bunt. Sokkal inkább dicséret a példámmal. De úgyán, tessék fölnézni rá. Mert nem ám, hogy egy senki, hanem patiáns, nemesi család sarja. Bene toljak is, ezt el tetszik hinni? Az, azt ha mondom. Csak higgyétek el. Származásoktól az állatok leesett testvérem, mondja a fülem halatára napjában többször is. Ó, a kis Ibolya. Aztán, hogy férj össze ennyi szerénységgel egy nadrágban ennyi kóros nagyra vágyás? De így van ez, míg szél van, kerülsz elhám. Nem is érdekelne, ha egy picit is. Borostányit, mint férfi. Lenne valami. Nem minden a férfi. De azért nem semmi. Az agyam eldobom, hogy tudnál lányát egy ilyen takonyhoz kényszeríteni, ha csak nem muszájna. Tetszik érteni, mire szélzem? Nem tetszek. Te, ha én megszéloznak, akkor! Akkor tessék szíves fölébredni és észrevenni, hogy mire is készül. Lányom minden perce, napja, minden éjjel merő egy hány inger legyen. Ezt akarja a szerető apa? Vagy a kútba ugrást? Jobb esetben egy nagy ékes felszarvozást? A szegény lány máshol keres vigaszt. Mondjuk egy helyes, hozzáillő, tán Valér nevű fiatalembernél. Nincs kizárva, nem, de aztán akkor mi van? Botrány, kitagadás, zajos dörgedelmek, terembura meg móres. Holott ki a bűnös, holott ki a romlott. Tessék csak elhinni, nem kis százalékban apására az mi lányok pöttyözendi. Pöttyözendi? Tudom! Tudom, hogy értve. Majd pont te fogsz kiteni tőle, hogy agyottam. Mindegy, csak kitanuljon, mert rá tetszik férni az úrra a lecket. Na most már elég legyen, Dori! Arancsára. Hát család, ezt kérdem én! Vagy Respublika! Hát már megbocsássatok! De én vagyok az apja! És akinek én vagyok az apja! Én tudom neki, mi kell a legjobban! És mi nem kell? A Valér kislány. Például az nem? Én úgy tudom, hogy... Jó, jó. Volt egy ígéret. De az nem számít, ha magasabb szempont. Azonnal eldobom magam, mihez képest? Ahhoz, hogy kártyafüggő, szenvedélybeli, vallásilag meg éppen ellenkezőleg. Misének gavallért, még sohasem láttam. Talán mert máskor jár. Ez aztán a szempont. Igen, szempont. Ellenben nézlek Tartüföt. Micsoda lelki gazdagság is ítélért, mi számolatlanul a lábathoz borít,
Az Úrban fogtok egyesülni napra-nap, a forró, lankadatlan, felebaráti szeretetben. Mit szólsz, na? Akarjad önként. Jobb lesz, hogy mindkettőnknek. Önként? Önként akár a kéz is, láttad is. Hess innen! Ne szólj bele, hogyha nem segítesz! Bárcsak, ne bírnám úgy a lányát is magát! Hát ne bírjál te! Nem vagyok rászorulva! De bírom, és nem tűröm, hogy szegény lányát egy szemforgatóc, egy varjú papagáj ágyába kényszerítve oda is üljön! De egy vakang is kipufozzak innét! Na szép, mondhatom, a jámbor ember üt ver. Ezentől már sem szólalok. Ajánlom is! Megkér csak magamban. Nem megmondtam! De! Nézd, Marian! Hidd el, mindent jól megfontoltam. Lehet, hogy külseje, meg mi egymás, talán nem mozzanak. De a nemes belső, mert igenis, hogy a belbecs, és nem a külcsin, még egy némely kisasszonyok. Szóltam? Nem szóltam. Addig jó, amíg nem szólsz! Nos, igen, Marian, ott tartottunk ugye, hogy meg fogjátok kedvelni egymást. Igenis. Marian, én lepetézek. Ilyen máli teremtést nem látott a világ. Engem akaratom ellenére nem kényszerítene a római pápa se. Adnék neki olyan mászészakát, hogy még nadrágot volt vesz megemlegetni. Mit nem mondta? Uram, én csak magamban beszélek, és ha kihallatszik, az csak azért lehet, mert mindjárt fölrobbanok. Hát mindjárt fejbe láglak! Most felejtve tüstén! Miért nem felesz hallod? Mert megfogottam. Nem te, miért nem a lányom! Lesz így rende, féljetek! Megparancsolom! Hogy mire visszajövök? Szeress bele, lányom, tartjuk fönn bennem, de... Te én nagyon vállam! Apám, ne! Ráááá! Fölösleges munka. Nem eznek ezek semmit. De jól mutat Magácska kezében az az alma. Ad egy harapást. Egyen, ha akar. És Magácska nem akar egy harapást. Az almából. Belül. Fúj maga gusztustalan! Kacsingasson az urára! Hát, hogy ezeknek semmi nem jó. Mondd meg, mi múltál, Marian? Hát, kit akarnak férhez adni? Engem? Hogy hagyhat szó nélkül egy ilyen személyt ötletet? Ha kés alá viszik a nyúli sikong, és nem ül a fűben, mint egy szerencsecsomag. De ha egyszer ő dönt is, ennyire akarja? Annyira akarná, kútba ugraná? Hát kútba inkább, na de mit mondtam volna? Azt, ami van. Más szeretsz, és legyen szíves, bújjon Tartif ágyába ő. Apánk olyan bölcs volt mindig, nyilván tudja. Nem tudja, meghűlt. Rá kell döbbenteni, hogy hájuk van a személy, mit vakítnek hívnak. Arról nem is beszélve, Marian, hogy te úgy szóval mennyasszony vagy, hisz megkért valért. Persze, az más, aki szerettél belőle. Soha, Dorin, soha! Hogy is mondhatsz ilyet? Hisz jól tudod, hogy én és Valér mennyire... Mennyire mi? Szeretni több, mint nyavalgás, meg édes holdra suha a nyári éjszakán. Akarod, hogy ő legyen a férjed? Na. És Valér is ezt akarja? Szentül hiszem. Na hát... És a másik esküvő? Még kérded? Tartif? Inkább a halál. Aha. Hogy én erre nem gondoltam? Apánkkal szemmel kussolunk, azt inkább meghalunk, ahelyett, hogy egyszer végre kinyitnánk a szánkat. Mit csináljak, ha egyszer az apám? Inkább sajnálnál! Sajnálni egy lúda gyúlibát? Tudod mikor? Azt mondd meg inkább, mit tegyünk. Nem Valér a férfi? Szóljuk Valérnak, intézz el apámnál. Érted, kislibám? S még őt hibáztatod? Ha annyit nem tudsz mondani az apádnak, hogy bocsika, de ezt nem. És legyen szíves, tartsa be az adott szavát. Ha Valérnak ígért, adjon Valérnak, hisz őt szereted, punktum. Azt hiszed, olyan könnyű szembeszegülni és bevallani apámnak, hogy én is Valér? Már megbocsáss, Dorin, de én szemérvesebb alkat vagyok nálad, és engedelmesebb. Tudod, apám, hogy imád, és eme forró szeretettel szemben? Ez szeretet egy nagy szar. Ki így szeret, az nem apa. Az birtokos, kényúr, kerítő, hölgykufár. Jaj, ne bántsad! De térjem észre végre épp azért. Gondold meg,
Eddig mindig csak a javamra tett, és a döntött bölcsön megfontolva döntött. Hát kinek higgyek most? Kinek higgy, drága lelkem? Higgyel csak neki. Mindenben bölcsapád biztos bölcsebben is. Halljáljál már le! Jól van, igazad van. Hallgatlak. Mit tegyek? Mondjuk nyíltan nemet? Ugyan, fogadj szót apádnak. Még rosszabbat is kitalálhatott volna. Egy konkrét majmot, nem, de... Nagy lakodalmat csap, hisz nagy a rokonság. Majom húsleves lesz, majom rántott hússal, majom málnatorta, majom cukrászdából. Együtt bolházgatunk, még leég a gyertya, és majom násziágyban megtartjuk... Dorin, nem volt még elég? Inkább tanácsot adnál! Cseléded vagyok, hallottad, nem tanácsadód! Jaj, fölleved! Hisz a legjobb barátnőm nélkül mire menjünk? Férjes, ez meg a szép tartjuk, ez azt kalap. Jól van, Dorin, nekem így is jó. Megyek, de engem többet nem lát. Majd ne tolj be, kitalálunk valamit. Nézd csak, itt jön Valér pont. Szia, Valér. Imént hallottam az újságot, Marian, mondhatom. Nagyszerű. Szívből gratulálok. Milyen újságot? Hát, hogy Tartüff elvesz. Tartüff? Tartüff, vagy talán nem igaz? Erről apámat kéne kérdezned, hogy mit akar, vagy hogy hogyan képzeli. Apádot? Apád Tartüffhöz adna? De hát az előbb még nekem ígérte meg. És te ez mit szólsz? Miért? És te mit szólsz? Mit kérded? Gratulálok. Csak ennyi? Hogy gratulálsz? Hát, hogyha neked ennyi, menj csak szépen férhez, fogadjál szót neki. Köszönöm a kedves tanácsot. Szívesen, ahogy látom, pont ilyen tanácsra vágyta. És ha ilyenre? Úgy tűnik szívből adtad. Na ne, hiszen látom, hogy amit én szerelemnek hittem, az csupán... Aj, Valér, te beszélsz itt szerelemről, közben gratulálsz, és nyíltan biztatsz, hogy menjek férhez, akit apám talált nekem? Tudod mit? Megteszem. Valér, ha neked ennyi volt csak... Nekem, aki megkértelek apától, aki... De hagyjuk. Úgy látom, Vitán kapóra jött. Rég eldöntetett, és most rám kened. Talán inkább te könnyebbülsz meg, hogy nem kell érted küzdened apámnál. Mit küzdjek, hogyha nem szeretsz, hogyha sose szerettél? Hogy én, Valér, még van képed a szemembe mondani, hogy én téged nem. Például kimondtad egyszer is, hogy szeretsz? Vagy valami ilyesmi? Mi ilyesmi? Aki nem látja, mert vak, annak úgy is hiába mondanám. Ó, szóval, hogyha nem látom, ami nincs, akkor vak vagyok? Rendben van, eddig tényleg vak voltam, de most majd kinyitom a szememet, ne félj, és lesz majd, aki nem csak hiteget, hogy kezét adja, hanem megvigasztal. No csak, ha nincs veszteség, minek a vigasz? Húzzál, én nem tartóztatlak. Szóval dobsz. Rendben van, legalább látom hányadánál. Hogy te látod? Én látom. És ha nem bírod meg a tűrtőztetni, Valér, menjél gyorsan, és házasodj meg. Ég veled. Megyek, nem állok boldogságod útjába. Én se a tiédbe cseszed. Köszönöm, kedvességem. Sose köszönjed. Éj, boldog! Te is! Ágyő! Ágyő! Ágyő a lószát, most már fejezzétek be! Gondoltam, nem szólok, hisz két felnőtt ember... Szerelmes, hát kitaláltok valamit, de ti egyszerűen... Te ebben ne szólj bele, Dorin, hagyj elmenni! Dehogy hagylak! Hagyd csak, Dorin, én úgyis megyek. Most meg te kezded? Nem kezdtem, befejeztük! Állj! Mindketten itt maradtok! Aztán miért? Úgyis van! Minek maradnánk? Minek? Hát, hogy kibéküljetek, debilkéim. Én ilyet Istenemre mondom, nem látom, az egyik így hülye, a másik meg úgy bolond. Bolond? Hát hallottad, hogy beszélt velem? Valér! Sértegetett. Itt akar hagyni a bajban. Én! Valér. Egyik szerelmesebb, mint a másik. Fejezzük ezt be. Na de kibe? Úgy van, ez a kérdés. Kibe? Te Valérba szívem, Valér pedig beléd. Az képest eléggé undok volt velem. Ezt én is mondhatnám. De azért... Látod? Nincs. De. Semmi látom. Hanem a nagy gázban. A nagy nyakig trutyiban. Az, hogy mit csináljunk, hogy vigyük ki szegény apádra az agyalágyult ötletét, ez itt a kérdés, ez meg mindenek előtt. Mit tegyünk, Dorin? Szökjünk meg. Ha majd túrót. Nyerjünk időt. Egy tartjuk se tart örökké. Te, Marian, szépen fejet hajtasz apád akarata előtt. Hadd örüljön, csak nem mondasz semmit. Igen, jó, nemet se. Rügyet mindig találunk. Ilyen betegség, meg olyan csillagállás, bőteli hold, és mit rá ne tudnánk fogni. Láthatsz rossz jelet, álmodhatsz gyászmenettel, lehet azt mondjuk mindeközben szószólótok lehet.
Sőt, az is lehet, hogy apátok észre tér. Mit tudom, mit csak idő legyen, úgy még bármi lehet. Ám ez alatt találkoznotok tilos. És most meg Valér. Érted, bármit megteszek, Maria. Én is. És vagy tiéd leszek, vagy... Persze, hogy övé, de most már tűrnyomás. Semmi szükség, hogy valaki meglásson. Maria, te erre mész, Valér, te arra. Az apád tartifhez akarja adni a hűvöt. Mit mondtál? Az apám? Tartifhez Mariant? Tudod, mikor hagyom? Tudod, mikor vagy egy ilyenhez? Nem elég, hogy itt van, rontja a levegőt, dirigál, beszarok. Hát most még a húgom is. Hát elszáll az agyam. Én fogom a magyarójt is. Kérlek, de biztos, ne fos meg. Mi az, hogy ne? Az, hogy nyugodjál le. Nem eszik olyan forrón, talán csak kósza ötlet. Akkor is, micsoda beteg ötlet? Hát tényleg elvette apám eszét az ég? Elvette, visszaadja. Apád is csak ember, ismered milyen. Mondd egy nagy hülyeséget, és szégyerében nem, hogy visszaszívná, hanem fújja szítja feszt, még már-már elhiszik. Nem kell komolyan menni. Mi az, hogy nem kell? Ez a fanyelő legyen a húgom férje? Sose! Tudod, hol van? Hagyd az apádat! Mit az apám? Az a rohadalom hol na, van? Na, Tartüfőt meg pláne hagyd békén. Elmondtasz mindent, hogyha botrányt csinálsz. Azt mondjam, most készül kifallgatni, és latba veti a kell egész befolyását. Mit kell latba vetni? Szétrúgni a seggét? Na látod, pont ezért lesz jobb, ha eltűnsz. Nem hagyom magára egy ilyen alakkal. És azt hogy gondoltad, ők tárgyalnak, te meg itt valahol? Elbújok, ne aggódj! És a legrosszabb pillanatban népszerű, ismerlek jól. Marad már, jönnek! Köszönöm, Korbács, hogy ütlegelhettem magam általad. Tedd a helyére, Lünc, ha már egyszer erre születtünk. Helyére tenni azt. Leenjen csak az úr maradni, azt mondjam, azonnal itt lesz. Azt igen, legalázatosabb tisztelettel kérem, vigye innen lányom, hogyha velem beszél. Vagy födje be, Lőrinc, adj rá keszkenőt. Hogy mi? Azt, a keblét kérem tisztelettel, vagy strandra tetszik, hogy rosszabbat ne mondjak. Szép, mondhatom, ha már ennyitől felizgul. És csak ez ebből itt, vagy minden cicit, azaz keblet leszokott keszkenőt mi rettentő bámulatában? Látom, ez is olyan felizgulós, mint te. Tőlem állhatnátok itt a maga gazdát, Tóri, messze van aztán. Lóbálhatnátok, amitek van, rátok se pödörni. Elég, te szodom a lánya! Szád befog... Jad, ha szabad kérnem legalázatosabb tisztelettel, különben én magam leendek kénytelen. Ki innen? Lenjen csak az úr várni, azt mondjam, azonnal itt lesz. Lengelény. Minő szent érzés várni rá. Hát várjon csak, készíteti a keszkenőjét. Mit mondtál te, céda? Alá szolgálja annyit. Beörvendek, asszonyom, hogy itt van. Szabad remélnem, hogy most már nem gyengelkedik. Köszönöm kérdését, egészen jól vagy. Pardon, először is engedélyt szeretnék kérni, hogy szabadhassak puszta szemmel nézni önt. Parancsoljon. Parancs? Hát ki volnék én, hogy parancsoljak? Ha van parancs, az nálunk hatalmasabb, mélyebb és sötétebb. Itt én csak kérhetek. Nos, ez kölcsönös. Kölcsönös? Mi szép szó, s mi kedves a ká... A csi, az ő, a nös. Belédobog minden tagom a gondolatba. Basta! Én is kérni, azaz kérdezni szeretnék. Szó se többet, már is teljesítve van. Lekötelezd, de inkább foglaljuk helyet. Jaj, ne fáradjon! Én nem szoktam csak úgy leülni. A magamfajta ember vagy térdel, vagy röpül. Lelkem röpül, ha ön tudja árének, a test pedig engedj egy gyarló testemet térdre hullani ön előtt. Lekötelezd, de ne fáradjon! Nagyon bizalmas, hogy befordulok önhöz, és igazán zavarba ejtő lenne, ha ebből bármi is a férjem fülébe jutna. A sír, hol nemzet süllyed el, nem hallgat így, nagyságos asszonyom. Remélem megérti, miért akartam önnel kettesben? Nagyon is megértem, ha szabad édes szavába vágnom. Magam se akarnék semmit jobban, mint egy édes kettest önnel. S megadázik. Forró imáim szemér megpedáját megperzselték hát, s most itt ül velem. Nagyon kedves, igazán zavarba vagyok. Noha kettőnk viszonya nem jogosít fel ennyi bizalmasságra, mégis tán szemérmetlenül, szokatlanul, kérem, Tartifú, vegye a kezét Az enyémre. A szívére, s vallja meg nekem. Megvallom. Hol is kezdjem? Ön engem úgy lehet túlzott szigorom után ítelt meg, s talán el is egy picit. De a roppant hevületnek, melyel udvarlóit, bocsásson meg a sok,
Kandi kostató ficsúra gondolok, hogy miért voltam velük olyan engesztelhetetlen, annak egy... vagyis két oka van. Hogy aggódott, érted? Nagyon hevesen aggódtam, hogyha érti. Ezért fogja a térdem, aggodalom. Ezért, de nem csak emiatt. Na de tisztelt uram! Mi izgató csipkével fedvékeblei, elkendőztében még lángolóbb erőn. Mit nem mond és tesz, haja? El a kezekkel! Ha elhát el, ús le mennyei atyám, te gyarló késóvár fiad ujjaira. Sajnálom, előfordul, hogy elönállósulandanak, s nélkülem járják tovább az erény útját. Elsedezem bocsánatáért. Nézzenek oda, Tartifúr, miből lesz a cserebogár? Nem mondom, hogy meg vagyok lepve, de megbocsátok. Köszönöm. Feltéve, ha nekem itt és most oly őszintén válaszol lelkeleg mélyéből, mint gyóntatója. Kérdezzen, drágám. Igaz, hogy férjem önhöz adná lányát? Szóval, hogy ön és Marian? Hogy Marian és én? Micsoda finom tapintat. Kérem, ne tartson ettől, nagyságos asszonyom, ha volt is köztünk ilyesmiről szó, hatán. Igent mondtam, az csupán azokból volt, hogy férjét, e drága nagy embert meg ne bántsam. Urgon barátom, félre ne értsen, roppant nagy lélek, ki folyton csak adakozna, minden, amilyen csak van rám tukmálná. Ne vidd túlzásba, mondom én. De, fogadd el, mondja ő, stb. De hát érti, drágám, ugyan, Marian egy gyerek. És ez egy gyermeteg ötlet. Istennek legyen hál, ez azt jelenti, hogy... Azt, hogy másfelé von szívem forró vágya. Értem. Az égi boldogság felé... Egy hol... más személy felé. Egy dús, egy éret. Dús? Tartifúr, de hát... Miért mindig de hát? Nem lévén én se fából, s összefér kérem alásan a tiszta férfiúság röptaláján álló vágyteri sóvágás. Ha egy személyben testesül meg az ég, egy vonzó, egy himnikus megtestesülésben. Konkrétan önbe, asszonyom, engedje meg, hiszen önkért őszinteségre, hogy ezen ne bevalljam epedetemet. Az ön kezébe téve sorsom. Széna vagy száma, mennya vagy pokol. Nézzenek oda, Tartifúr! Hát ez mit agadás, komplett szerelmi vallomás. Himnikus, széna, hát hogy fér ez össze, Tartifúr, engesztelhetetlen erényével, mit ön éjjel-nappal gyakorolni látszik. Jól összefér, ne tartsa attól, kicsi csacsi. Ha összeteszik forró korzon közül, te vagy az oka, ha nem bírok magammal, vadít minden szabad, minden kis hajlatod. Mit nem merészel, uram, hisz ez mégse kupleráj. Mi szép a szádból lesz szó, hogy kupleráj. Mondj még ilyeneket, cicus. Cicus? Nem túl óvatlan ön, mégiscsak férjes asszony, meg s férjemnek ráadásul ön. Barátja. Legjobb barátja. De ne tartsa attól, hogy orgon rájön. Kapitális nagy gyermekű, ki mostanság ideákkal golyózik, mindent elhisz, és ezen hitében bízhatunk. És te bízhatsz bennem. Én nem fogok fecsegni, mint egy damiszféle nyálcsorganc kis pupi. A kis hírnevedre érdekem vigyázni. Legkőbb csipkieként titkos bájait felett még inkább örködöm. Még inkább örködik? Még inkább, mint tegnap. Csak semmi bonyodalom. Ezt mondom mindig. Diszkréció egyenlő problémátlan gyönyör. Ó, hát ez derék. S mit mond, ha megyek, s férjemnek elmesélem, mire vetemedett kiváló barátja a nagy erénycsősz. Nem fogja. Ön ehhez túl okos. Másrészt túl kihívó. Hogy én kihívó? Magunk között szólva. Sajnos. Urgon barátom ezt föl nem panaszolná, hisz férfi ő, ki néma, mint a kőszál. De látom, szenved tőle olykor. Én nyugtatom, na, de mit mondjak neki? Pláne ezek után, nagyságos asszonyom, hogy már megbocsásson, de vélem is oly nőileg viselkedett, hogy megmondva az őszintét, elpattant a húrom. Mit nem merészel? Igen, elpattant. Nem lévén én se fából. És kedves kérdésére válaszolva azt mondanám neki, hogy Urgon, barátom, sőt testvérem a bűnben, hát meg kell, hogy értse. Hisz te is csak férfi vagy, kit épp úgy megkísért a parányit felkínált szerelmi alkalom. Ezt mondanám neki, ha. De erre úgyse kerül sor. De nagyon biztos benne. Talán, hogyha jó fiú lesz, Tartifúr. És nekem itt és most szentül megígéri, hogy semmiképp nem veszi nő Marian. Sőt. Közben jár férjemnél, hogy lánya Frigyét tovább ne halogassa. De szép, ha alkudozik ön. Szemérmét levetve egy édes kis kufár. Orcája pirban ég. Kíváncsi lennék még, hogy jön a kipiros forró foltocska. Ödecsi. És
ha mondjuk közben járok, mégis mit kapok? Hogy mit kap? Mondtam, e forró vallomás köztünk marad. Kevés, ha önt meg nem kapom. Hogyan? Na Elmira, vágd már pofán! Nem is! Mit képzelesz? Most meg vagy te, hoci! Te szájba passzomány! Ebben a percben nagyon is verhetnélek. Azon fogtalak, hogy most a anyámat készültél meggyalázni, szegény apám háta mögött. Ez tiszta tényálladék, vagy tényigasság, egy komplet viszmajor. És ezt nekem minden bíróság elhiszi, mint a pitty. Csak az apám nem attól félek. Az az egyetlen szerencsénk, hogy itt voltál Elmira, illetve itt vagy szemtanúnak. Ez csak elég lesz. Kettőnkkel szemben még egy tömélyes furmány se tagadhat le mindent. Persze, Damis, persze, illetve bizonyos fokig. Apád amúgy is tele van gondokkal, érted, minek is terhelnénk ilyesmivel, és van egy olyan érzésem, hogy a dolgot egy picit túl dramatizálod. Túl micsoda? Egy ujjal hozzá nem értem. Persze, persze, de a harag mindent felnagyít és eltorzít. Érted, Damis, hisz bolhából minek is csinálnánk elefántot? Bolhából? De hát én itt lapultam végig. Eléggé, nem szép. És aztán szép, amit történt. Szó sincs ilyesmiről, olyasmiről. Tartifúr megígérte, hogyha mi nem csinálunk ügyet, ő közben jár. Ki? Hogy mit csinálsz meg? Te csak mizél a magad nevében. Te nem csinálsz ügyet, okéka. A te dolgod, a te féred, a te micsodád. De én bizony, hogy nagy balhét csinálok. Nem gondolod, hogy mikor kínálkozik jobb alkalom kitörni a nyakát? Itt van, rajta kaptam. És most megfizetek a sok szivatásért, hogy tönkretett mindent. Húgom szerelmét Valérral. Téged is majdnem meggyalázott. És közben nyomatta az ájtatos dumát. Pumpolta apánkat. A saját házunkban lábújhegyen éltünk. De ennek most vége. Letetszettünk bukni. A tisztelte Artifú. Nézd meg, hogy lapít most. Aggódom, érted, fiam? Kussoljál, te görénykölni, csak azért nem merem szél a pofádat, nehogy apám előtt ne tudjál beszélni. Nézd, de mész az ember esendő. Azt csezd meg. Én meg pláne esendő vagyok. Úgyhogy elvezni is fogom a bosszút. Jön is, apám! Kérlek, Damis, gondold át! Gyere, kedves édesapám! A te házi szented, az erény barátja épp most vallott szerelmet Elmirának. És nem csupán szóval, kérlek, már megbocsásd, de tettel is halljaj, hogy úgy mondjam, a két kezével. Itt voltam, el voltam bújva, és láttam mindent. Ugyan? Legalábbis láttam pont eleget. Sőt, kénytelen voltam közbelépni, hogy nehogy a szegény Elmirát ez a bika hernyó. Szóval, hogy meg ne történhessen az úgynevezett jóvá tehetetlen. Gyere, kedves édesapám, kis járnink flagranti, van két szemtanú, végre beláthatod, hogy minden jóságodért, minden hiszékenységedért egy nap szarva hála. Elég már, Damis! Elmira, ne parázzál, nincs mitől tarts most már, megvédünk, ne félj! Apám, meg kell, hogy mondjam, amilyen finom lélek becses neked. Legszívesebben eltitkolná előledeme sajnálatos történteket. Egyrészt ugye szégyenében, másrészt, hogy ne tudjon megsérteni téged. De én... De te? Hogyan, Damis, hisz normális nő nem szalad ilyesmivel a férjéhez. Érted, minek ebből ügyet csinálni, hisz végső soron nem történt olyasmi. Mi esmi? Olyasmi, ami ennyi szóra érdemes, és most engedelmetekkel elmegyek. Mit beszélsz itt? Ne egy kétségbe, hallod? Mondd, hogy nem így volt. Hiszen hallod, hogy így volt. Ha egy derék s erkölcsileg roppant vethetetlen fiad így látta, így volt. Én nem vitatkozom. Bűnös vagyok. Ítéljetek felettem. Ó, ugyan. Csak mondd, hogy nem így volt. De hallod, hogy így volt. De én tőled akarom hallani, barátom. Mondd végre, hogy koholmány. Másképp nem tudom, mit higgyek. Kinek higgyek. Nem tudod, mit higgy és kinek higgy. Figyelj, ha megrendült, belém vetett bizalmat... Nem, Tarti! Én csak... Célozgatsz, gyanakszol, zörögsz a haraszta, de jól van így, ahogy van. De hogy van, Tarti? Úgy van, ahogy van, a sas nem fog legyet. Vagyis, barátom! Látom, nem érted. Mindegy. Tedd a kötelességedet, mint nejed férje se fiúgyermek atya. Sújts le barátod porban petrengő korpuszára. Én nem vitatkozom és nem ítélkezem. Készen állok az előzetésre. S legyek akármilyen rosszul, lesz még erő, mert porrűbb egy magammal vonszolni. Rosszul vagy? Látod, te mi van? Mit csináltál? Én, apám, én? Ő mit csinál? Mi ez a ripacsér? Elhallgass! Ne! Orgon, nyomatékosan kérlek, beszéljen. Hisz mégiscsak ő a fiad. Ő látta, amit látott. S hát, ha úgy van, ahogyan meséli, hogy csak becsaplak és megtévesztelen, és te csak belém láttad mind a ma erényt, amit most... Hadd ne soroljak. Kénősző és buja látszatom. Hát az vagyok.
Nyilván, ha egy ilyen éles elme és okos szem így látott, így van. Én nem vitatkozom. Rajta, Damis, beszélj. Ne félj atyától. Nem bűnösít senki más, csak én. Sőt, gyilkos. Sőt, bűnöm annyi, hogy én nem vitatkozom. Hát nézd meg, hát dobálod kővel, ő meg most is csak óvna. Hát nincsen szívette Balaton. Apám, hogy a francba hihetsz egy ilyen röhelyes színjátéknak? Hova tetted a szemed? A józan eszed, könyörgök, most az egy... Befogd a pofád! Te! Mit tettél le arra az asztalra, hogy megmersz vádolni egy ilyen... Rossz szóval tart is. Hívja Kolbust. Ne, nem kell. Folytasd csak. Ha ő meghal nekem, agyonvágnak, te dörg! Orgon, ne! Küldessek vízen. Ne, nem kell, csak bocsáss meg neki. Látod, te kis pöcs, s te ezt az embert sároznád be. Mit állsz itt, szaladj vízért? Vagy orvost, vagy mégis olvasom. Apám! Semmi, apám. És nem vagy a fiam többé, hogyha térdenálva nem kéred bocsánatát. Hogy én? Te viccelsz. Ugyan? Ne kényszerít. Ha önmagától nem érzi szükségét. Ó, majd mindjárt érzel belőle, ficc húrja. Gyerünk! Letérdelsz! És mindenki letérdel! Asszony! Kölyök! Repercsordulcs elé! És mától rendesz ebben a kuplerájban! Bocsáss meg! De ki hozza a vertolódás belőlem az obszcént? Ha ők így, én is így. Ha nekik nem kell a szeretet szép szóval, hát kelljen korbáccsal. Nevesd el a súlykot, Orgon, ám bár súly alatt nő a pálma. Ne félj, ezek nem pálma többé nékem. Dudva, gyomj, mely látom én? Na ná, hogy összeesküszik. És semmi nem drága néki, hogy alantos célját elérvén a házamból. Kitűrjön téged, barátom! De pofára fog esni! Félek, apám, hogy te leszel az... Kus! Tudd meg, hogy egyszer és mindenkorra itt marad ez a szenvedő nagy ember, akit itt látsz! Sőt, sógorod lesz. Méghozzá ma este. És dögöljete meg, hogyha nem tetszik. Kis ilyen meggyalázza a feleségedet! Erre te hozzá kényszeríted a lányod? Gratulálok! Méltó vagy a barátod! Nem vagyok méltó, te kis szaros! Te kis senki! Illetve te! Illetet akarod! Orgon! A korbács! Adjad a korbácsot! Te kis szeng! Te kis kufár! Most kivelek innit! Ne félj! Megyek magamtól! Sajnálnak, apám! Te sajnálsz? Hát én meg kitagadlak! E perctől kódus vagy! Nincs nem! Na, hogy tetszik? Na! Ez közel volt. Ennyi gyökeret egy helyen. Kitölteni magát fogja? Megközelebb jöhetne valami rákcsálni való, vagy valami. Na, ezt talán nem kellett volna. Lehet, hogy túlzás volt. Sőt, a viszály lisztje visszájára sül el. Jól vésd eszedbe ezt a népajkáni mondást, barátom. És nyomatékosan szeretném leszögezni, hogyha az elszenvedettek következtében velem bármi is történik, tudd, hogy én akkor is, ott is. Kérlek, bocsáss meg neki. Ó, ne mondj ilyet, barátom. Ha, veled bármi is. Hát én nagyon verem. De most már nyugodj meg. Nyugodj meg, te, ha tudsz. Én hadsajogjak önseben még kis ideig még. Aztán elmegyek. Engedelmeddel szerény motyóimat össze kell készítenem. Mi? Miért tart, és ne viccelj! Nézd, engem így gyűlölnek. És bizonyos vagyok abban, hogy kullancsaik nyilával lassú mérgüket addig fecselik túlságosan vaj szívedben, míg végül magad is megmérgeződsz. Hisz mégiscsak ők a családod. Köztük a helyed, stb. Ó, semmi stb. Tán, mondd meg! Tán fiam vágya céltért. Tán az övé nem. Na de mégis tudhatom, hogy a becses nejedre hogyan hatott ez a szcéna. Ugyan, e mocskaládé? Hallottad? Sehogy. Na, várd ki a végét. Különben is, nejed őnagyságával ezek után egy fedél alatt, de ami szétkürtöl minden nem vitás, a jó híred érdekében sem maradhatok. Valahogy tartjuk, nem érem túl elvét. Zsarolsz.
hiszen tudod, hogy gyöngém, hogy tehetetlen vagyok a szeretettel szemben. Nos, legyen. Mártírságra születtem. Dacára annak, hogy a szeretteid már lóbálják a kanalat, amelyben megfojtanának. Mi? Milyen kanál? Majd én kivenem a kezükből. Nana barátom, ki kardot ránt, kard által vészel. Te csak ne féljél, adok én nékik a kardot. Mindegy, tűrni születtem, szolgálni, s ha ennyire buzgón kívánod legyen, maradok. Köszönöm. Meghúzódom lakrész személyén, s nejed őnagyságát igyekszem elkerülni. A legykarút hidrája szájára kapja úgyis. Sőt, mindkettőnket. Gondold meg, Gorgon, nem lenne jobb, hogyha mégis. Nem. Megígérted? Hű, és semmi meghúzódás. A lábadban igen. Jó, hát csak ott. Ellenkezőleg, ragaszkodom hozzá, hogy együtt lényejemmel éjjel, nappal, nyilvánosan demonstratíve. A sok pletykás tudok meg, jöjjön és... Ki nem mond? Bocsáss meg, barátom, fel vagyok indulva. Megértem, na de mégis nem sok ennyi jóság. Soktán a barátság, soktán a bizalom. Ugyan már nem fontos. Illetve, hogy végképp is meg őket a buta, úgy döntöttem, még az esküvőtök előtt rád írhatom minden vagyonomat. Sőt, apámét is. Hiszen minő elhalálozik, az övé is rám testál. Orgó, meggondoltad te ezt? Nagyon is meg. Hisz minék mi a vagyon? Cofran, kacat. Csak nékik fontos, e földi viperáknak. Nos, döntésem őket sújtja porba. S ez elég tétel nekem, úgyhogy legyen azért, amin van. Bejemi, s legfőbb barátomé. Fogadd el, kérlek, tartjuk, s boldogát teszel. Megint zsarolsz. Gyarló és esendő parányt. Szeretetednek fényes zuhatagában mit is akarhatnék jobban, mint hogy te boldog légy. Most mit tegyek? Letészem a fegyvert. Legyen, ahogy kívánod. Nos, köszönöm. Gyere, fogd el egy írásba. Ó, mi az írás adott szavunkhoz képest? De én nem vitatkozom, legyen, ahogy kívánod. Írjuk alá a közjegyző előtt, mint mind a kettőnk közös akaratával egyező ilyen jogi stb. A mai dátum tanúk, vagyis ahogy ez e féléknél szokás. Én rád bízom magam, hisz világi ügyekben tétova vagyok, mint albatrosz a parton. Albatrosz a parton. Be szép, be emelkedett, ez Tartif. Garantálom, röptödet ezentúl nem zavarja semmi. És a családod? Mit nekem a családom? Nos, legfeljebb ők. Nos, ők gútát fognak kapni, és kapjanak csak, más nem is érdemelnek. Lőrinc, gyere, mert tanúskodni fogsz! Igen, uram, azonnal uram. Követem őket. Hihetetlen, az úr megőrült. Ha ezért lesz a házik, nem lesz maradásunk. Mit tehetnénk? Szóljunk az öregnek, Orgon úr apjának. Á, az a baland vélemben is csinálj ezt a majmot. De ha megtudja, hogy így szeretett fia, vagyontalan földön futó lesz. Lehet. Egy próbát megér. Hova megy? Maradjon. Az előző pohárka pocsékba ment, és nem szeretném, hogyha ez is így járna. Töltsön! Megint hova megy? Mondtam, hogy pocsékba ment, nem szeretném, hogyha ez is így járna. Itasson meg. Én? Van itt más cselét? Fimasz! Tartif úr, örülök, hogy itt találom. Mi tetszik szolgálatjára? Nem hinném, hogy mint egy véletlenül örül. Nem véletlen valóban. Ide figyeljen a kertel és a tárcsa tűri. Én sem. Tehát hagyjuk. Hogy mi is történt? Tegyük fel, hogy Damis fantáziál. Rendben, uram, lehet. De az mégis túlzás. Sőt, túlmegy minden határon, hogy ezokból egy apa kitagadja fiát és vagyonát, vejül kiszemelt barátjára, hogy aki eszem meg el képes megfogadni. Nos, rendben, uram, ez tényleg botrány. És nem tesz magának jót, Tartuff úr. Nagyon nem. Ez nem tesz jót. És nem az orcapirító föltevés az, ami nem tesz.
A felbújtás és a hamis vád ezt állítja? Én azt állítom, uram, ha ön jó ember, rábír Jorgont, hogy bocsásson meg Damisnak. Ha, éppen erről van szó. Ha drága barátom megbocsátana a fiának és visszahívná egy ilyen ügy után, megmondanám mégis, hogyan élhetnénk akkor egy közös fedél alatt. Akkor nyilvánvaló, hogy távoznom kéne. Ami önmagában semmi. Hisz mi volnék én? Egy porszemnyi porszem. Na de távoztom be, az a szegény jámbor Orgon belehalna. Mondjuk, hogyha ez a cél, és vannak itt arra utaló jelek, hogy éppenséggel ez az. De nem gondolhatja, hogy én partner leszek ilyesmibe, úgyhogy vegyék csak tudomásul, hogy maradok. Nem is beszélve arról, ha föltéve, bár meg nem engedve távozom, mit gondol majd a világ? Nem azt, hogy van miért? Hogy a fülem mögött inkább ki sem mondom. Ez demagógia, uram, hát engedje meg, hát ki maga, hogy helyett álljon bosszút? Még hogy ki vagyok én, inkább maga ki. Miről feloktat ki engem egy szabadelvű úrhöz? Rosszabbat nem mondjak. Meg van bocsájtva, nem? Elfogadja a heveny elmemajból, de úgy mégis. Hirtelen ráiratott vagyok? Hó, helyben vagyunk. Maga szerint elmebaj tehát a jóság, az adakozás. S mindenki, aki ezt gyakorolja, veszett kutya, nem de? Nem, uram, én csak a vagyonról beszélek. Úgy van, másról se. Ez jellemző magukra, hogy folyton csak a vagyon körül forognak. Ha volna önökben egy csöpp empátia, tudhatnák, hogy nékem cafrang, semmi a vagyon. El is fogadhatom, olyannyira semmi. Következésképpen vegyék tudomásul, hogy el is fogom fogadni. Éppen azért, hogy ne jusson istentelen ebek 30-adjára borra, nőkre, meg kaszinókra. És ne szolgáljanak vele olyan célokat, amelyek nekem nem tetszenek, és kész. Persze, hogy melyik cél kinek tetszik, az konkrétan az úr dönti el a maga javára. Kérlelnem kéne önt érvelni, vitázni, de nem teszem, ön egy... Tudom. Tetű. Hernyú. Jobb is, hogy nem mondta ki. Így nem kell a becsület nevében, amely az égé, pörre mennem és széjjel nyomatnom önt, mint egy kis... Látja? Én sem mondtam ki. Ugye most csalódok? Tévedt át, egy furmondatom, nem csalódtam. Ha, ravasz, ravasz. Célozgatunk, gyalázunk, csúsztatunk, obszcén szavakra gondolunk. Köszönje meg, hogy ezt nem is hallottam. És ha most szíved szíveskedik, menjünk inkább innen el. Az előbb, mint őt hallottam volna, nem? Hol van Tartif? A jövendő vejed éppen imádkozik. Ide figyelj, Orgon, valami tényleg nagyon komolyan meg kell beszélnünk. Úgy van, mindjárt jön Marianes Elmira. Igen, hallgass rájuk, kénytelen vagyok azt tanácsolni. Tanács! A nagy tanácsoló tanácsol. Igen, a hivatásos orbelőtő. A bölcs guru. Most köszönöm, Klánt. Inkább legyek tanácstalan, mint egy te tanácsolj. Most pedig megbocsáss, ez a szűk családi ügyek. Szóval kidobsz? Ugyan már, mész te magadtól. Rendben, csak meg ne bánt. Adjő! Apám, mindenre kérlek, ami szent. Vagyis tudom, mi vár el ma este. Bizony, Szűzi lánságot kiröppen a fészkébe, úgyhogy örvendj, most jár, légy, Csili! Apám, apácska, hallgass már meg, legalább ezt ne tedd velem. Legalább ezt a ma esti készfogót ne. Ha egy kicsit is szeretsz. Nagyon szeretlek. Akkor miért kényszerítesz? Ó, ne kezd már megint a butáskodást. Én nem kényszerítlek, hanem helyzetbe hoznak. Nekem is nehéz lányos apának, a kirepül a lánya. De el kell viselnem, mert van fensőbérdek. S mert én messzebb látok, mint te buksikám. Sőt. Aj, könyörgöm, apácska nem eszire lássa, hanem a lábad elé néz. Szegény lányodot meg akar ödölni? Ha azon vagy, akkor öld meg itt azonnal, de ne add hozzá Tartüfhöz. Azt hittem, kislányom, ez nem a tárgyal. Nincs, velem nincs le. Ha nem adsz Valérhoz, aki a szívem, ne adjál senkihez. És most enged, hogy elmenjek. Ugyan már. Hát fogva tartalak? Nem tartalak fogva. Hát akkor hogyan engedjelek el? Apácának állok. Apácának? Majd pont. Az nem babas úrám. Koránkelés. Elhivatottság. Hideg vízbe mosdás. De elég, megígértem. Erről szerződés van, hozamágy, mi egymás. Írasd rá, nyugodtan mindenet csak vigyel. Nekem nem kell, engedj el, apám. De fogartalak? Hát nem tartalak fogva, hát akkor hogyan engedjelek? Úgyhogy nem adsz hozzá ez. Ki ne mondd, mert a vőlegényedről beszélsz. És most már elég legyen ebből. Indulj a szobádba. Te pedig hallgass, téged nem kérdeztelek. Én már se szólaltam, nem így. Addig jó, inkább menjünk és nézd meg, mi van vele. Maradj, Dorin. Illetve menj, nézd meg, mi van szegényem. Orgon, ugye tudod, hogy szeretlek?
Ugye, tudod? Persze, hogy tudom. De miért jössz mindig ezzel? Mert fáj látnom, hogy a szeretet, amit ezerszeresen is kiérdemeltél, hogyan változik át elszörnyedésé. Wow! Van egy akaratom, egy elhivatásom, egy erkölcsi mércém, és elszörnyednek már is. Szentül igazam van, már is nem szeretnek. Ne szeressenek, teszek rá. A sunyik, az összeesküvők, élükön azzal a pornográf picsóral, vedd észre, még a mostanányát is belekeveri. Csak jót akart, arról nem is beszélve, hogy... Hogy mi? Gyerünk, vádacsa meg te is, majd belehadd szegény, hogy őt ilyesmivel... Szegény? Na tudod, ha ott vagy, nem ezt mondod. De, ezt mondom. Lehet, hogy elejtett egy bókot. Nyájasságból. Fele barátságból. Mit tudom én? S ti ezt magatokba kiindulva úgy sűrtétek, csavartátok? Gyerekes vagy, az eszelős és tréber igyekezeted, hogy történhet bármi, mondhat bárki bármit. Lehettét a lányod boldogsága, vagy a feleséged becsülete. Neked mindegy, te csak neki hiszel és senki másnak. Úgy? Te senki más vagy? Válaszolj el, Mira! Hoppá! Mert én neked hittem. A becsületes feleségemnek hittem. Azt mondta, nem volt semmi. Na meg, hogy ugyan már. Meg egyébként is ismerlek annyira, hogy te, szívem, ordítottál. Toporzékoltál volna tisztességes asszony létede. Szemét kapartod volna ki udvarlónak. Nem de. És hál' Istennek, mivel nem kapartad, ez a bizonyíték arra, hogy Tartuf ártatlan, s Domisz egy aljadék. Értelek, Orgon, micsoda hülye voltam, óvni akartam a barátod iránti, hogy is mondjam, forró micsodádat. És most aljas módon ezt fordítod ellenem. Nos jó, legyen. Tartuf gyalázatba akart csábítani. Hogy? Nem hiszed, ugye nem? Hát nem. És mégis mi kéne ahhoz, hogy el? Még hogy mi kéne? Hogy igaz legyen? És ha mondjuk a saját szemeddel látnád? Saját... Hogy? Egyszerűen elmértelek! Ha mondjuk... Elbújnál itt? És én légy ottra hívnám a kénőszű barátodat, mindent látnál és hallanál is test közelből, és ha megbizonyosodtál, előjössz. Ha nem szent láthatod, inflagranti a kígyók itt kebleden melengettél. Sőt, a nejedén... Elmira! Ne ízetlenkedj, kérlek! Az lehetetlen, hogy Tartuf! Győződj meg hát, hisz nincs mit veszítened! Hát csak én veszíthetek, oda lesz minden erényem, hitelem, bukott nő leszek! De te nem ettől! Mitől nem? Hát már nem is tudom, mit higgyek! Szörnyetek vagy! Mind szörnyetekek vagytok! Kivetkőzik köztetek az ember! De jó, legyen. De hogy jegyezzem meg, hogy semmi értelme. Küldj érte, elbújok. Dorin! Dorin, szólj Tartufnak, kéretem! Igen is? Úristen, mi lesz, ha Tartuf rajta fog, hogy kémkedek, leskelődök utána. A föld megnyílik lábamat, és azon mód elsüllyedek. Nos, ha úgy lesz, mint ahogy lesz, nem bukok le. Ha meg mégis, á, de olyan nincs. Azonnal jön. Azonnal, hisz elnekedik, pihen. Jön az, ha én hívom, kezét, lábát töri. És most azt teszed, amit mondok. Bebújsz ide, és csak akkor moccansz meg, csak akkor jössz elő, ha... Ki nem mond? Ha muszáj. Hogy érted, hogy muszáj? Úgy, ha irántam érzett szerelmed, avagy férjé büszkeséged nem enged maradni. Enged, ne aggódj, hogy enged. És köszönjétek meg. Értetek, teszem, amit teszek. Tartuferi, megtörtök, mint a tojték. Te fogsz megtörni, Orgon. Sajnállak és sajnálom magunkat. Nos, hallani fogsz nejed szájából néhány sikamlóságot, melyet nem szokás csak hitvesi ágyban. Ha még emlékszel, úgy mondottan kelepcébe csalom. Tehát nem leszek elutasító, hanem kihívó leszek, mintha én is benne lennék. Ki ne mond! Nem kerül rá sor! Csak rajtad múlik, hogy mire kerül és mire nem. De kérlek, ha meggyőződtél, zörög, üvecs vagy bármi, ha kicsit is szeretsz. Nagyságos asszonyom, hivatott, itt vagyok. Jól körülnézett, nem látta meg senki. Gondosan bezárta az ajtót. Nem kell nekünk még egy ilyen lebukás. Nagyságos asszonyom... Megértem, ha tartózkodik, de remélem merélni, hogy látta, hogy amit az adott helyzetben önért tehettem, azt megtettem, hogy védtem, amennyiben egy gyönge nő védhet egy erős férfit. Egy férfit, akiért asszony szíve épp lángot fogott. Szó se róla, kérem. Láthatta férjem felől is, ő buzgón támogatja, hogy kettesben legyünk. Sőt,
parancsba is adja, nehogy is bárki azt higgye, hogy maga meg én kettesben éppen azért nem, mert dehogy nem. Szó se róla, kérem, de ha szabad megjegyeznem, ön ezelőtt egészen más értelemben nyilatkozott. Értelemben lehet. De ez érzelmi kérdés, tartóforosan. Női kebel, rejtelmes, komplikált tartomány, mely kívül a sóhajtja nem, de belül már forró igen susog a hódító szavakra. Szó se róla, kérem. Tán elfelejtettem, miként udvarolt nekem. Tán emlékeztessem. Szó se róla, drágám. Gondolatban nem perzselte fel szemérmem epedáját. A szám kiszára döntő a nagyságos asszonyom. S leghőbb csipkieként titkos bájainak nem fog tetti érdem, vállam, hogy más nem mondjak. Mondjon! Hogy tegyük össze forró porzónk és bibink, mert felcsigázó minden kis hajlatunk. Mi az, hogy felcsigáz? De el kell néznie, hogy óvatoskodom, hiszen papír szerint én már vőlegény vagyok, és ma este készfogú, amit ön nem pártol épp. S ha bár forra a vérem, nem biztos, hogy ez csak egy csel, egy trükk, és nem így akarja meggátolni Frigyemet. De így! Na, hogy így hisz szerelmes az, hogy mi mást akarna, mint egymagában birtokolni a férfit, akiért lobot vetett szíve. Úgy? Lobot vetett? Lobot, nem látni rajtam. Bizonyítsd be! Itt és most, hogyha szeretsz, hogy a forró kis lángocskád érte még. Vetkőz. Hogyan? Úgy, ahogy mondom, vetkőz. Nekem bizonyíték kell, nem ígéretek. Túl sietős ez a tempó, nem elég önnek a vallomásom mára? De elég, bőven elég. Ha kézzel foghatom. Kézzel? Hogy érti, hogy kézzel? Hát kézzel, hogy más nem mondjak. Vagy mondjak mást. Nem mondjuk. Telgedj vissza, te Jónó. Ha lángolásod engem illet, miért késlekednénk? Azon módoltsuk el. Félek, hogy mindezt hallja valaki is, ha hallja. Előbb vagy utóbb közbelép, ha egyszer hallja. De nem hallja. Ha ennyire vonzódsz, minek vonakodsz? Szemérmen túl erős. Félj, és a szőnétembe szégyenlés vagyok. Ősön valósággal vérmes, félreérthetetlen mozdulatokat. Ezt vigyázzon, eltépi! Kívánok, úgy lehet. És a 10 parancsolat, hisz ez kétszeresen is súlyos bűn. Bűn? Ugyan már. Súgd fülembe, mi bűnöd van még, aztán kövesd el. A házasságtörés akkor is bősen, éppen erre próbál rávenni engem, nem is túl óvatosan. Mit szólná ehhez kebel barátja Orgon, ha mindezt hallaná? Orgon? Derék? Jámbur ember? Nem szólna az semmit. Tartaná a gyertyát, ha kérem. Azt hiszem, amit mondok neki, őt rám bízhatod. De csak velem törődjél. Nos legyen, ilyen túlerőnek nem állhatok ellen, de várjon, menjen, nézzen előbb körül odakint. Minek? Hogy még véletlenül se nyissanak ránk, és kérem, gondosan zárja be az ajtót. Számi ér az undor! Ölnöm kell, akárnom! Még hogy neked! Én hányom el magam mind a kettőtökön, a zsák meg a foltja. És most mit csináljak? Ha kérded, drágám, semmit, búj vissza, fülej! Lehet, hogy csak fantáziálok. Hogy mi? Mondtál valamit? Egy lélek sincs, itt csak kettesben vagyunk. Ó, mit rejtegetsz? Orgon! Na hát! Milyen kellemes meglepetés! A negyedhez jöttem éppen, hogy figyelj, lehet, hogy így első látásra... Első látásra! Mi? Figyelj, nyugodj meg, számolj tízig! Mielőtt! Jól van, lebuktam! De szeretném leszögezni egy kezdeményezőleg. Te vagy rá a tanúm, hogy még a legjobbakat is... Kúcs! Te szemforgató szerfazé! Átjött a stokon! Ebbén könyvbe toldul, torkom elszorul! Nem épp jó kedvemből tettem, amit tettem, uram, sajnálom, de ezt meg kellett, hogy... Nagyságos asszonyom, önhöz egy szavam sincs. Ön egy nulla. Vedd a hovid és takarodj a házamból! Pardon, barátom, rosszul ragozol, mivel tudod, történt köztünk egy ilyen kis átiratás, egy ilyen jogi jellegű aktus, amiben voltál olyan, mint egy túl ócskastikli az, amit a kéleső nejeddel kifundíroztatok ahhoz, hogy működjön. Micsoda idő! Takarodj, tartus, mert megöllek! Megyek! De csak miattad. Nehogy még valami hülyeséget csinálj, és testisértéssel tetézd a birtokháborítást, a rámtörést, az életveszélyes megfenyegetésem. Tudom, milyen túlzó bizt lenni, milyen meggondolatlan. Tartő! Megyek már, de visszajövök. Nem hagyom, hogy saját házamból kitúrj. A szívem,
Biztos megállt! Elmere, segíts! Hogy kitúj! Milyen birtokháborítás? Itt halok meg! Mit irattál te rá? Mindent! Mindent? Házat, vagyont, a közjegyző előtt! Gratulálok! Az most nem kell nekem, hogy gratulálsz, édesim, egy szegény embernek, egy halottnak, ez most nem kell, érted? Nem kell! Gratulálok! Hát, ha egyszer mondom, hogy így van. Mondhatod ezerszer is. De előttem nem feketítitek be azt a szent fiatalembert. Már az a két repet sarkú is ezzel fárasztott. Ó, makacs vénember, hát... Vénember az öreg apád, te cafrank. Mit mondjak, hogy végre higgyen nekem? Amit nekem? Nekünk, a családjának. Higgyek? Még mit nem? Pár ilyen ütődök meg. Tartjuk. Egy szemforgató áltatos takony. Ezt most fejezd be. Rendben. Tudja mit? Ha nem hisz nekem, jöjjön el velem a közjegyzőhivatalba, és nézzük meg együtt azt a dokumentumot, amely bebizonyítja, hogy a drága látos fia minden vagyonát, sőt még a magáét is ráirat a Tartüffre. Tehát innen fúj a szél. Irigyled a fiam vagyonát, és most igyekszel mindkettőt befeketíteni. Meg, hogy az én Jámbor jó lelkű fiam, és az a szent fiatalember ilyen konspirációra vetemed meg. De hát én... Kus! Fogd be és kövess! Menjünk a hivatalba. Ott végre kiderül, hogy csak blöfölsz, és végre jogos indokom lesz rá, hogy jól pof... Elküldjelek innen! Na menjünk! Ó, azt a szemtelen... Nézzenek oda! Van én nem bírok a gondolattal, hogy hamarosan ahhoz adnak hozzá. Nem bírom nézni, hogy szenvedsz. Gyere, szökjünk el valahova, ahova se apád, se nagyapád keze nem ér el. Megtennéd, ezt értem. Komolyan megtennéd. De mihez kezdünk? Miből élünk, ha... Kit érdekelnek ilyen gondolatok, hogyha boldogok lehetünk, és nem lehetek boldogságunk fölött a Tartüff felhőt? Ti normálisak vagytok? Mi az, hogy elszökni? Már csak egy kicsit kell várni, és apád szeméről végleg lehull a fátya. Nemrég nagyon ordibáltak egymással apád és Tartüff, szóval biztosan történt valami. Menjünk inkább, vegyünk valamit mutatólagot. Kedves menyasszonyom, drága jövendőben, én várjál már a ma esti készfogót. Mit akar tőlem? Adja békén, hallja, különben... Valér. Különben mi lesz? Megüt, leüt. Gyere, üssél meg, üssél le. És akkor leszögöm ahhoz, hogy a karhatalomhoz bepanaszolva szabaddá tegyem az utat ehhez a kis csodához. Apád rám iratta minden vagyonát, veled együtt, kis csibő. Ez lehetetlen. Pedig itt a szerződés, itt a bizonyíték. Te kis vakarék. Hagyjunk békén maga Trumpi. Mit mondtál te? Hagyd csak Dorin, Tartüff úr távozik körünkből, s magával viszi a talpnyalóját. Jól hallottam, asszonyom. Ön kidob engem a saját házamból. Ez most komoly. Hallottad, mit mondott a feleségem? Takarodja, míg szépen vagyok. Engedelmükkel csak egy sort idéznék jelen papírból. Minden ingó és ingatlan vagyonomat Tartüffre íratom. Hogy is van ez? Ki is van akkor most kinek a házában? Kedves húgom, ígérd meg nekem, hogy... Hát ez a bájgónál meg mit keresi? Az emberről elköszönni, és már akkor is ebbe a görénybe botlik. Már csak ez a fafajú kukkoló hiányzott innen. Hogy én mindjárt hogy beverem a képedet, aztán fogatlanul nehéz lesz más urinőket behálózni? Bámisz, mint mondtam, Tartüff úr távozik körünkből. De anyám, a két fülét lemetszem. Ó, kicsit heves megoldás lesz, barátom. Jobb lesz indulatát lecsillapítani, és nem megsérteni a törvényt. Ég szerelmére! Ez a martyogás! De jó, hogy itt van, kedves papa! Majd ön igazságot tesz a sok gazságban, amit... Apám! Puszgón befogadtam ezt az embert nyomorában. Nálam se, hát öcsém sem élhetne jobban itt. És saját szememmel kellett látom, amit ez a kis vakarék pima szemet mert vetni gyönyörű nejemre. Nem, fiam, nem hiszem, hogy része lenne neki bármi rossz cselekedetben. Hogy? Amit ezek mondanak, az mind mese. De láttam! Különös életet éltek ti, s tudod őt milyen gyűlölettel kíséri. Apám, hogy jön most ide a gyűlölet?
Mindig ontják a rossz nyelvek a mérget. Senki nincs, akit megkímélnek. Tanúsíthatom én is, hogy engem saját házamban... Ugyan! Egy cejda szava. Egy szentel szemben. De apám! Láttam! Láttam! Hát hadd mondjam, hogy elhiggyet, hanem ordítsam százszor a fülébe! Uram, talán... Kus! Megpapa, mi ez a... Neked meg végképp csit van izomagy. Hamis gyanú árnya néha jót is rosszra magyarázza. Ha más gyötörne, itt tudnám, hogy beszéljek, de inkább hallgatok, apám magad se a megőrít. Látod, sógor, nem akartál hinni, és most itt erre te nem találsz. Látja, uram, miféle konspiráció szövődik itt ellenem? Honi nyámbolan a családot szeretettel szolgáltam, most nem kapok más, csak mocskolódást. Szegény fiam. Legfébb ideje intézkedni végre. A Tartifur így negédes, az nem kicsit. Nem tudom elhinni, hogy ennek itt lenne a vége, hogy minden, mit tettünk a csaló Tartifur ellenére. Rágalmaival azt mondom, semmit sem ér. Én mindent el tudok viselni Istenért. Mondhatom, dicső dolog így játszom. A dicsőség az, ami hatalmat ad. Arra emlékszel, értek az ember, hogy honnan húztak ki irgalmas kezemben? Jól emlékszem, de a lelkek érdeke mindenek fölött áll. Csaló! Szólj csak többet! Gyere ide, fiam. Ön az egyetlen, akit itt nem téveszthetnek meg, kinek éles szeme átlát minden összeesküvésen. Ne hányom magam. Oh, ízelegsz, fiam. Ez jó esik. Ha tehetném, fiam helyett, fiammal fogadnál. De apám! Hallgass, te gyökérfona! Na de papa! Neked sem osztottam lapot. Fiam, csak a teljesség bizonyosság kedvéért. Tudnál-e nekem mutatni valami dokumentumot, ami bizonyítja, hogy a tökkel ütött fiam vagyon a téged illet? Hát persze, papa. Ugye szólíthatom papának. Itt a bizonyíték. Na nézzük. Aha. Oho! De hát, ennyi csak. Ugye kiolvasható minden betű. Kiolvasható? Bár ez neked inkább rossz hír, mint jó. Hogy mi? Mi van? Mit mond? Kedves fiam, itt az áll pontosan. Minden ingó és ingatlan vagyonom a Tartüfre íratom, ami tulajdonába kerül, amint hitveseül veszi lányomat, Marian. Ma este. Nos, az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy a vagyon onnantól szár rád, amint az unokámat nejednek mondhatod. Marian, mikor szándékozol nőül menni ehhez a szent emberhez? Soha. Inkább a halál. Vagy az apácaság. Vagy a szökés. De... Ez nem lehet. Nos, mivel nem hagyhatom, hogy unokám, az örökösöm, tőlem távol ismeretlenbe költözzön, Tartifur, a csalóknak kifelé kell átlépni a küszöbön. De uram, ön engem... Bírtalan! Még a lepcses szolgálók, és Kleán indítványa révén, a közjegyzőhöz látogatván, a tények, mint sáros hallgajó nem csaptak pofán, kinyílt szemem, s átláttam a csalóálcán. Uram, ne hagyja magát, miénk a ház vagyunk. Hol fogok bort inni és lesni a cselédre, ha enged innen kidobatni magam is. Na húzod meg azt a kicsire! Hazám, addig, amíg ki nem csipkézzük a füledet. Nagypapa, ha Marian az örököse, akkor én velem mi lesz? Te fiam, fogod magad és beállsz a seregbe. Már ha ilyen szépen kigyúrtad az izmaidat az eszed kárára, legalább lesz valahol, ahol hasznát veszik. Köszönöm, apám, nem is tudom, mit mondhatnék. Mondom én, fiam. Te, a feleséged oda költözöl a házamba, és még élek, igyekeztek a kedvemre tenni. Nem feledve, hogy mivel tartoztok. De a házunk így üresen marad. Nem túl nagy luxus az? Nem marad üresen, hiszen unokámnak, az örökösömnek otthon kell, hol a közelemben lehet, a vőlegényével békében élhet. Persze,
csak miután megtartottuk a kézfogójukat. De úgy... Hallgass! Nagypapa, ez egy kicsit sok egyszerre. Mit is mondjam? De nem, ezt nem hagyom. Menjünk, uram. De engem kisemmisztek. Becsaptak. Látja, uram, ilyen a sohas. Megjutalmazza azt, ki jól cselekszi, és megbünteti azt, ki nem ismeri az elkölcs határait.